Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, mindenkit, felkészítő nevelőket, izguló szülőket, és még izgalmasabb versenyzőket. Az Jégvirág mesemondó versenyen a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében ezen a rendhagyó helyen most egy kicsit nagyobb teret kaptok. Az év legszebb, legvarázslatosabb időszaka közeleg. Ahogy kint egyre korábban sötétedik, úgy gyújtunk egyre több fényt, gyertyát, és úgy világítjuk meg otthonainkat. És ahogy telnek múlnak az évek, a mesék is elmaradhatatlan részévé válnak a karácsonyi készülődésnek. Vannak, akik adventi csoki naptár helyett is minden este különleges karácsonyi mesék segítségével számolják a napokat, hogy még mennyit kell vajon aludni szentestéig. Én most elárulom nektek, báti jó matekosok vagytok, hogy 23-at kell még aludni. Ilyenkor decemberben várunk valamit és valakit. Várunk békességet, nyugalmat és meghitt emberi kapcsolatokat. És talán jobban át is éljük ezek hiányát. Mert mi emberek miért nem tudunk békében élni egymással, miért kell ma is a világban olyan sok gyereknek a holnaptól félnie. Sajnos nem születtem varázslónak, hogy eltüntessem ezeket az igazságtalanságokat, de ma délután a ti segítségetekkel szeretnék ide varázsolni egy karácsonyi angyalt. Biztos vagyok benne, hogy a karcagi mesemondó gyerekek, nagyon sok ismerős arc van, képesek lesznek arra, hogy néhány órára itt a közönséggel mi elfeledhessük a világ valamennyi búját, baját, és átéljük a várakozás örömét. Ebben a csodálatos díszletben a rendezőkkel és a kandallón ülő kismanóval mi már harmadik napja hallgatjuk a szebbnél szebb történeteket. Az óvodások és az első osztályosok után ma a legnagyobbak, vagyis ti, kedves harmadikosok és negyedikesek állhattok föl Karcagváros nagy színpadára, a Dériné nagy színpadára. Kívánok nektek nagyon jó versengést, és hát, hogy tudjatok örülni a másik meséjének is. Tehát hallgassátok őket is nyitott szívvel. A zsűrinek pedig azt kívánom, hogy eredményesen és igazságosan próbáljon megdönteni, hiszen ma itt a harmadik, negyedik osztályosok ennek a korosztálynak a város legjobb mesemondóit fogjátok hallani, kedves zsűri, úgyhogy kérem, hogy így hallgassátok őket, és szeretném őket bemutatni. A zsűri elnöke Molnárné Balog Éva. Ő az Arany János úti iskolának a tanítója, könyvtáros. Fülöp Ilona kolléganőm. Ő a Városi Csokonai Könyvtár vezetője, és Újvárosiné Hanuszka Katalin, szintén tanítónő. A verseny menete már előttetek nem ismeretlen, de azért elmondom, hogy a kihúzott sorszámok rendjében jöttök ide. A mikrofont egyáltalán nem kell állítani, mert térmikrofon, és még hát engem éppen nem, de szerintem engem is lehet így is hallani, hogyha Zoli úgy hangosít, amit előre is köszönünk. És akkor nem bemondod a nevedet, a választott mesét címét, és a lehető legjobb tudásod szerint most végre elmondhatod azt a történetet, amit már hetek óta gyakorolsz. Úgyhogy mindenkinek jó versengést kívánok! Buzalka Anna, Fésős Éva, játékország kismackója. Hallottátok már csilingelni télapó szentcsengőjét, gyerekek?
Édes ezüstös hangja úgy muzsikál a téli erdőkön át, hogy mosolyognak álmukban a mókusok. Szalad a csodálatos szán, tele mindenféle jóval. Télapó nagyokat pattint az ostorával, és fürgén iramodnak a karcsú lábú rénszarvasok. Micsoda öröm lesz ott, ahová betérnek. Egy nyuszi felugrott a behavazott rétre, két lábra állt, és úgy fülelt a csengőszóra. Meg akarta lesni, mit visz télapó a puttonyában. Ám a szánkó azonban oly sebesen siklott, hogy a szegény kisfüles csak egy kis fényes csíkot látott elsuhanni. Lekonyult füllel indult az a felé, amikor hirtelen dörmögésre lett figyelmes. Hát ez meg micsoda? A szánkónyomban egy kis kövér, sárga bondás mackó öldegelt. Kék szalag csak arra a nyakám. Látszott rajta, hogy nemrég került ki játékországból. Hát te meg honnan pottyantál ide? Kérdezte a nyuszi. A maszölőbb óvatosan körülnézett, aztán halkan suttogta. Megszöktem a télapó puttonyából. Nem mond, hegyezte a fülét a nyuszi. És ugyan miért? Mert én nem akarok gyerekkézbe kerülni. Nézd, milyen sejmes a bundácskám, bársanyja a bélet a fülecském. Maszatos kezőkkel bepiszkítanának. Sóválta a fejét a nyuszi. És most mi lesz veled? Azt még nem tudom, de inkább elmegyek világgá. No, ahhoz egy kicsit hideg van, talán az erdei rokonait befogadnának. Milyen okos nyúl vagy, kérlek szépen, vezess el hozzájuk. A réti füles látta, hogy jól emelt maszkóval van dolga. Felvette hát a hátára, és úgy indult vele a medbe barlang felé, de akkorra már az egész erdő tele volt csodálkozó őzekkel, nyulakkal, cinkányú pedig így hívogatta kicsikéit. Nini, nézd kicsikém! Nini, nézd kicsikém! Nagy csippegtetés makulás kísérte át az erdőn a váratlan vendéget. Lármájukra hárokosan ébredt föl a medve. Ki látott már ilyet, hogy megzavarják a téliámat? Az álmos bocsok is előbújtak, és ugyancsak nagyot néztek, amikor megtudták, mi történt. A maszkó leugrott a nyuszi hátáról, és meghajtotta magát. Bocsánatot kérek a zavarását, Dörmike vagyok játékországból. Úgy morgott az öreg medve. Aztán tudsz-e valamit? Nagyon szépen dörmögök. Ho-ho, nem elég ám édes-mézes jó napot kívánni? Rendes medve maga keresi meg a málnát és a mézet. Azt én még nem próbáltam, szeppet meg Dörmike. Hát fára mászni tudsz-e? Hadd lám a körmedet. Sejem célra várta, akárcsak az arramat. No, láttál-e a hotázás? Sejem köröm, sejem orr, miféle medve az ilyen? Dörmikének nem jött ki hang a torkán. Fekete gombszeme elhomályosult. Tányér talpacskái fáztak. Befagyott a dörmögője, zajongtak a vásodbacsok, és elkezdték hógolyóval dobálni. A mackó pedig futni kezdett a hasigérő hóban, csak el innen, minél messzebbre. Ott állt meg, ahol már nem érték utol a puffanó hólabdák. Átázott a bundácskája, nedves lett az arracskája. Bársony tenyerével könnyeit maszatolta. Dörmike eltévedt. Hiába nevezték játékország legszebb mackójának. Itt nagy volt a hó, és ő olyan picike. Siedegálva kereste télapó szánkónyomát, amikor hirtelen egy házat pillantott meg. Ablakából fény derengett. Dörmike összeszedte utolsó erejét, és felkapaszkodott. Az ablaktábla kissé nyitva volt. A párkányon egy pár cipőcske állt. De jó lesz beletelepedni és szundítani egyet. Óvatosan belemászott, de akkor áttalált sóhajtani, hogy megzörrent tőle az ablaküveg. Pannika, nézd csak! Kiáltott valaki. Mackózott a télapó. Boldog kacagás csendült, és Dörmikét cipősről beemelték a szobába. Az ágyban egy sápat kislány feküdt, és felé átállta a karját. Sárga mackó, jaj, de szép! Örömömben már meg is gyógyultam. Brum, rémült meg Dörmike, mégis gyerekkézbe kerültem. Azzal ijettébe bukfencet vetett, de a két kis ész utána nyúlt, és szírógatni kezdte.
Szegényke, hogy átásztál a hosszúton, de ne félj, majd megszárítalak. Brum, brum, mondta szelidebben a maszkó. Lám, mégis vagyok olyan, mint az erdei bacsak, és tírmegett, dörmögött, előre-hátra hajlongott. Fekete gomszeme vidáman tükrözte át azt az örömet, amit ő okozott. Mire télapó szánkója hazafelé csilingált az alvó edők felett, teljesen átmelegedett a szívecskéje. Móra Ferenc a szánkó, kegyetlen hideg tél volt. Akkora hó esett, hogy alig látszottunk ki belőle. Legkülön mulatság a szánkázás volt. A bíró csináltatott a fiainak egy szép, piros szánkót. Kőrisfából volt a talpa, diófából a karja, az ülése lószörvánkos, beterítve bársonyposztúval. Meg volt a mesés szép szánkó, de nem volt, aki húzza. Bíró Pani meg Bíró Gyuri engem és egy másik szegény gyereket, favágó Jánoskát fogtak be. Örültünk, hogy hozzáférhettünk a szánkóhoz. Pali és Gyuri elnyújtózkodtak nagy urasam, mi pedig meg se álltunk az ötödik fordulóig. De szeretnék már egyszer én is beleülni abba a szánkóba, motyogta félősen Jánoska. Más nem is kívánnál, te kis rongyos? Nem olyan gúnyához csinálták ezt a szánkót, mint a tiéd. Örülj, hogy húzhatod. Gyí, szellő, gyí, bogár! Összenéztünk Jánoskával, s akkor átrántottunk a szánkon, hogy mind a két gazdán kigurult a hóra. Ha nem, aztán megbántunk, amit tettünk, másnap mások húzták, szánkáztatták a bíró fiúkat. Ekkor én nekem az a gondolatom támadt, hogy kerítsünk pénzt és vegyünk egy saját szánkót. Másnapra sikerrel is jártuk. Délután elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzünkön egy szenesládát. A fenekére szögeztünk két gyalult deszkát, s az oldalára ráerősítettünk egy ruhaszárító kötelet. Először az udvaron próbáltuk ki a szánkót, majd kimentünk a falu végére, ahol senki se lát majd bennünket. Jaj, Istenem, de jó lesz! Ahogy kiértünk Kati néni házához, látjuk ám, hogy a rogyott kis szalmás kunyhó csupa hó és jégcsap. Morzsa, az öreg oldus asszony kutyája, ott nyöszörgött a küszöbön, beengedtük szegény jószágot. Kati néni diderekbe gubbasztott a vackán. Olyan hideg volt odaben, hogy még a tűzhely sarkait is kivirágozta a dér. Nem égett ebben tűz már 3 nap óta. Majd megfagyok, lelkeim! Sóhajtozott Kati néni. Jánoska rám nézett, én meg ő rá. Előhúzta a sarokból a baltát, fölvágta tűzre vanulnak a szánkót. Égett a szánkunk, amelybe egyszer sem ültünk bele. Az öreg koltus asszony hálásan nézett ránk, és egyszerre megsajnáltuk a gazdag bíró fiait, akik nem tudják, milyen jól esik jót tenni a szegényekkel. Marsi Dorina Éva. Mese a szeretetről, ismeretlen szerző. Az egyszeri asszony, amikor kijött a házból, 3 igen különös fehér szakálú, jóságos, öregle lett figyelmes, akik úgy ördögéltek, mint a 3 királyuk.
Igen, szimpatikusnak talált őket, és gondolta, behívja a házba, hát a éhesek. Így szólt, szívesen megkínálok benneteket valamivel, jöjjetek be a házba. A házura itthon van? Kérdezték. Nem, nincs itthon, válaszolta az asszony. Akkor nem mehetünk be? Felelték. Az asszony felettébb csodálkozott ezen, és sajnálkozva ment a dolgára. Amikor este a férje hazatért, a három összakálló öreg mindig ott ült. Az asszony nem is mulasztott el férjével közölni, hogy milyen sajátos választ kapott délelőtt. No, akkor menj, és mondd meg nekik, hogy itthon vagyok, és nyugodtan bejöhetnek. Már magam is kíváncsi lennék, miféle szerzetek ezek? A feleség kiment, és újra hívta az öregeket. Ők azonban így feleltek. Köszönjük, de együtt nem mehetünk be a házba. Miért nem? Kérdezte az asszony csodálkozva. Azért, mert én vagyok a jólét, és a másik két társam pedig a siker és a szeretet. Majd így folytatta. Beszélj meg a férjeddel, hogy melyikünket akarjátok behívni hármon közül. Az asszony elmondta válaszokat a házban, mire a férj igen megörült. De hiszen ez nagyszerű, mondta, akkor hívjuk be a jólétet a házunkba. A feleség nem értett egyet. Kedvesem, miért nem inkább a sikert hívjuk be? Amennyük, aki csak hallgatta őket, most előállt saját javaslatával. Nem lenne helyesebb a szeretetet behívni? Az otthonunk megtelne szeretettel. Csak ugyan, hallgassunk a mennyünkre, mondta az asszony lelkendezve. A férj beleegyezett. Jó, rendben, hívd be a szeretetet, hogy legyen a vendégünk. Az asszony kiment, és megkérdezte a három öreget. Melyik őtök a szeretet? Mert jöjjön, és ő legyen a vendégünk, nektek megcsomagolok valamit. A szeretet felállt, és elindult a ház felé, ám a másik kettő elindult, és követték. Az asszony meglepve kérdezte a jólétet és a sikert. Tévedés, ne essék! Örülök, ha jöttök, de én csak a szeretetet hívtam a ti feltételetek szerint. Akkor miért jöttök mégis mind hárman? Az öregek egyszerre válaszoltak. Ha jól létett vagy a sikert hívtad volna be, a másik kettő kint marad. De mivel a szeretetet hívtad, ahova ő megy, oda mi is mindig vele tartunk. Mert ahol szeretet van, ott megtalálható a jól lét és a siker is. Kótai Kátyin vagyok, Devecseri László, Színege Karácsony. A kis Színege szomorúan sírlogált az ágon. Oda röppent hozzá a mamája. Miért sírsz, kis Színege lányom? Hogy ne sírnék, hogy ne rínék, mikor olyan rossz nekünk madaraknak, bezzeg jó az embereknek, készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk, majd oda repülünk az ablakokhoz, és megcsodáljuk. S nézd itt az erdő szélén, mennyi karácsonyfádogál, ez mind a miénk, az állatoké, a szép fehér hó fel is díszíti nekünk. Én mégis igazit szeretnék, eljutott a híre, a Színege lányka szomorúságának a többi madárhoz is. Megsajnálták, összedugták a fejüket. A hangos cseregésre és csörögésre a szundikáló mókusok is felébredtek. Nagy mérgesen néztek ki az udból, ám amikor a madarak nekik is elmondták, miről beszélgetnek, mindjárt megbékéltek, sőt, mi is segítjük. És ezzel megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés. Színege papa a faluba repült szomorú leánykájával. Ott figyelték,
hogyan készülődnek az emberek az ünnepre. Közben a többiek sem tétlenkedtek, a mókusok szalagot kötöttek minden magyaróra és dióra. A verebe apró almacskákat hozta, a búbos pacsirta aranyszínűre festett mágubókkal érkezett. Cinege mama szalmavirágot szerzett a piacon, gyönyörű füzét készített belőle. Bagolyapó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat. Ezek helyettesítik majd a gyertyákat. A madarak és a mókusok a cineget anya mellett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is öröm, amikor a cinege lányka visszatért. A csodálkozástól szólni is alig tudott. Ez az enyém, az én igazi karácsonyfám. Köszönöm. Boldog karácsony, felelték a madarak és a mókusok. Kundra Hanna, Szabó Gitta, a kívánság. Tél van, fehér hó borítja a tájat. A léptek alatt ropog a puha hó. Az utcára nyíló házak szorosan egymáshoz simulnak. Az egyik ház aljában egy aprócska kis üzlet bújt meg szerényen, de igen gyönyörű kirakata volt. Már készülődtek a karácsonyra, mert bizony telve volt minden földi jóval, mi szem szájnak ingere. A kirakat előtt egy kisgyermek áldogált, amolyan 4-5 éves forma lehetett. Szemei csillogtak az örömtől. A hidegtől kipirosodott nóziát a kirakat üvegnek nyomta. Majd így szólt. Apu, én szeretnék egy csokit, és még ezt az autót is szeretném. Apu, ezt is szeretném! Ezt az óriási macit is kérem! Majd hirtelen megállt a gyümölcsök előtt. A kirakatban egy gyönyörűséges kókuszdió díszelgett. A gyermek pár másodpercig csendben nézte, majd suttogva mondta. Apuci, kérek szépen egy ilyet? Ennyi, fiam! Mit kezdenél te kókuszdióval? Inkább induljunk haza! Telt múlt az idő. A gyermek nem felejtette el, amit akkor látott a kirakatban. Egyre csak körülötte forogtak a gondolatai. Ha játszott, ha rajzolt, ha beszélt, mindenbe beleszőtte az áhított gyümölcsöt. Kitalált minden csalafintaságot, hogy szüleit rábírja, vegyék meg neki a gyümölcsöt. Édesanyja meg is dicsérte, mert bizony, amiben csak tudott, segített neki. Lassan elérkezett karácsony napja. A gyermek a karácsonyfa díszítésében is segített szüleinek. Apa, tudod, ha én lennék a Jézuska, ide biztosan hoznék egy kókuszdiót. Mert tudod, én nagyon szeretném, és jó is vagyok. Ugye? Igen, fiacskám, tényleg jó vagy. Mire végeztek a fa díszítésével, és édesanyja is elkészült a finom vacsorával, addigra odakint, az est, fekete lepellel borította be az égboltot, és sok-sok csillaggal díszítette fel, mintha csak egy hatalmas ünnepi asztal lenne, amit a jóöreg hold elé terített. Végre a nagyszülők is megérkeztek. A nagypapa, a nagymama, apu és anyu, meg a kisfiú a konyhában halkan suttogva beszélgettek. A várakozás okozta feszültség egyre nagyobb lett. A gyermek épp szólásra nyitotta a száját, mikor egy csengettyű szólalt meg. A fiúcska gyorsan édesapja háta mögé bújt. Apu, én félek! A család minden tagja felállt.
Az apa megfogta a gyermek izgalomtól izzadt kicsin kezét, s kinyitotta az ajtót, mely mintha örülne, vidáman csikordult. A fa alatt színes csomagok várták, hogy valaki kibontsa őket. A gyermek izgatottan szaladgált a csomagok között. Majd hirtelen megállt egy hatalmas szaloncukor előtt. Apu, anyu, ti is látjátok? Na hát, bontsak ki hamar! A gyermek magához lelte az óriási cukrot, és félrevonult a szoba egyik csendes zugába. Ott kezdte bontogatni kincsét. Mikor meglátta, örömében kiabálni kezdett. Apu, anyu, egy kókuszdió! De jó, hogy jó voltam! Szemei úgy ragyogtak, mint csillagok a hold ünnepi asztalán. A kókuszdióval szüleihez baktatott. Büszkén húzta ki magát. Tudjátok, szerintem a Jézuska egy kisgyerek. Miből gondolod? Abból, mert megkaptam azt, amit szerettem volna. Mert gyereknek kell lennie ahhoz, hogy tudja, ki mit szeretne. Másképp honnan tudná? A szülők elmosolyodtak a gyermek logikáján. Az apa megsimogatta a gyermek kobakját. Igazad lehet, a Jézuska mindent tud. Azt is, hogy ki mit szeretne, és mit érdemel. Kelemen Kálmán, L. László, Erzsébet, karácsony fényei. Élt egyszer régen Szeged külvárosában egy igen gazdag, de fösvény, mézes kalácsos és gyertyöntő. Még a nevére is emlékszem, ahogy a nagyapám a történetét mesélte. Gazdag Ergelynek hívtak. A kirakat tel is tele volt szebb-nél-szebb mézes kalácsüvegkel, cukros szirúba mártott, mandulával díszített apró süteményekkel. Csak úgy kínálták magukat a különféle színes gyártyácskák és a csillogó díszek. Karácsony előtt az üzlet zsúfolásig megtelt vevőkkel. Gazdóram szomszédjában egy szegény, sok gyermekes család lakott, ahol az apa már jó ideje beteg volt, emiatt nem is dolgozhatott. A karácsony este enyhre közeledett, ezért hát a szegény ember kiment az erdőbe, kivágott egy fiatal fenyőfácskát. De bizony semmiük sem volt, amit ráaggattattak volna. Ezért a szegény ember nehezen bár, de elment a mézes kalácsoshoz. Adjon Isten jó estét, gazda uram! Köszöntötte illendően. Kéréssel jöttem. Adná-e pár színes gyártyácskát, meg egy kevéske mézes kalácsot a fára? Semmi akadálya, ha megfizeted az árát, de hitelben nem adok senkinek. Márpedig én éppen azt akartam kérni kegyelmettől, hiszen tudja, hogy beteg vagyok, és nem tudok dolgozni. Adja ide hitelbe a karácsony fára valót, gondoljon a gyermekeimre. Menj Isten hírével, és hagyj engem békén, mondta a gazda szomszéd, azzal kinyitotta az ajtót. A szegény ember kétszer sem mondatta magának. Fellélegzett, mikor betette maga mögött az ajtót. Kint nagy pelhekben hullott a hó. A legidősebb fiúcska, Ferke, futott tapja elébe. De gyönyörű a gazda bácsi kirakata, ugye apám? Hogy csillog a sok dísztől a karácsonyfa? Az ember megsimogatta a kisfia fejét. Közelről nem is csillog olyan szépen, mint innen az ablakból. Majd nézzük ezeket az apró fehér csillagokat, a hópelyheket, azok is szépek. Látod, milyen vígan táncolnak, ahogy a szél fütyül nekik?
Fájt pedig a szíve a jó embernek, de hát mit tehetett? Az igazság az, hogy ő sem tudta levenni a tekintetét az angyal hajjal díszített, színes gyertyákkal ékes, csillogó karácsonyfáról, ami hivalkodva állt a mézes kalácsos kirakatában. Eközben oda állt a fukar gyertyöntő, becsukta üzletét és beült karosszékébe. Onnan nézte, nagy megelégedetten a kirakati karácsonyfát. De mi ez? A fenyőágak megrezzentek, és a gyertyák sorban eléje libegtek, lángjuk árnyéka hatalmasan ölt a falon. Fösvény, irigy ember, fáján nem világítunk! Rebegték sorban, és sárszegve kialudtak. Ha ilyen szívtelen maradsz, sohasem lesz igazi karácsonyod. A gyertyöntő hirtelen feljött. Sötét volt körülötte, a gyertyák tövig égtek. Megsimogatta a homlokát, valami homályos sejtelen markolta meg a szívét. Ha másnak nem, a gyertyáinak csak hinnie kell, gondolt megrendülten, hiszen az ő teremtményei. Ő az uruk, a gazdájuk, azért szóltak hozzá. Igazatok van, felelte gyártyáinak a gyártyöntő. Nem akarok olyan lenni, amilyennek hisztek. Gyors mozdulattal meggyújtotta a mennyezetről függő lámpát, és kosarat keresett. Ezt is, dünnyögte a fogai között. A telik kosarat pedig letette a szegény ember ajtaja elé, és bezörgetett. Aztán sietve visszatért az üzletébe, és ablakából nézte, hogyan dulladnak ki odát a fények, karácsony fényei. És látta a boldog gyermek arcokat, amint újongva, tapsolva vették körül a csillogó fenyőfát. A tűz, ami már csak parázslott, most vidáman dúdorázni kezdett a kályhában, és magasra csaptak a lángok. Egyszerűen barátságos meleg árasztotta el a szobát. A gyertyöntő már nem fázott. A szállongó hópelyhek, mint pajkos kis csillagok, benevettek a kirakat ablakon. Gál Dorina. Pappip és a csengettyű. Pappip kedves öreg ember volt, akire nagyon jó volt ránézni. Mindig gondosan megfésült haja, nem is lehetett volna fehérebb. Szépen tudott fütyölni, s minden nap boldogan fütyörészve tisztogatta, törölgatta az állokboltját. Az ügyfelei többnyire visszajöttek szálokba adott holmiokért, és Pappip alig keresett az üzletem. Nem bánta, számára a bolt inkább kellemes időtöltés volt, mint megehetési forrás. Egyik nap, miközben újonnan összerakott lámpását fényesítgette. Megszólalt a bejárat fölötti csengettyű. Ez a különösen szép hangú csengő évszázadok óta családjáé volt. Nagyon a szívéhez nőtt, és szívesen osztotta meg csilingelését bárkivel, aki belépett a boltjába. Először észesen vette a vendéget. A kislány sermesfényű haja borított, felbúbja, alig érte el a pult szélét. Miben segítettek, kis hölgyem? Szólalt meg Pappip kedvesem. Jó napot, uram! A kislány szinte suktogva beszélt. Szeretnék venni egy ajándékot, mondta félinkem. Lássuk csak, szólt Pappip, kinek lesz az ajándék? Nagypapának, de nem tudom, mit vártnék.
Papip megpróbált ötleteket adni. Ezt a zsebórát jó állapotban van. Én magam állítottam be, büszkélkedett. A kislány nem felállt, oda ment az ajtóhoz és megfogta. Óvatosan mozdított rajta, hogy megszólaljon a csengettyű. Papip arcán szomorúság suhant át, ahogy meglátta a kislány felragyogó mosolyát. Ez éppen jó lesz, reppesett a gyermek. Anya mondta, hogy nagypapa szerette a zenét. Papip elkomorodott, nem akarta megbántani a kislányt, igyekezett a legkedvesebb hangján mondani. Sajnálom, kisasszonykám, a csengettyű nem áldó. Igyekezetében, hogy megértesse magát, Papippá mesélte a kislánynak a csengettyű történetét. Azt, hogy milyen régóta van már család birtokában, és hogy ezért nem válhat meg tőle. Kislány felnézett rá, s egy nagy könycseppel a szemében ennyit mondott. Azt hiszem, értem, mindesetre köszönöm. Hirtán papinak az a gondolata támadt, hogy a család többi tagja már mindig tette a földi létet. Egy tőle eltávolodott lánya él még messze valahol, akit már több mint 10 éve nem látott. Miért is ne? Miért ne adja oda a csengettyűt valakinek, a körömet akar szerezni vele? Várjon csak, kis hölgyem, szólalt meg épp, mikor a kislány ki akart lépni az ajtón, s megszólalt a csengettyű. Mégiscsak eledem a csengőt, a kicsi lány tapsolni kezdett. Ó, nagyon köszönöm, uram, nagypapa olyan boldog lesz. Este, mielőtt készül bezárni a boltot, papip a csengettyűre gondolt. Azt már eldöntötte, hogy nem tesz fel újat az ajtóra. Papipnak új rémet, hogy hallja a csengettyűt. Odafordult az ajtóhoz, és nem ott állt a kislány. Boldogan rázta a csengőt, és kedves mosolyolt az arcán. Papip nem értette a dolgot, oda lépett hozzá. Mi történt, kis hölgyem? Meggondolta magát? Nem, mosolygott a kislány. Anya azt mondta, hogy jön az ajándék. Mielőtt papip megszólalhatott volna, a kislány félreállt az útból, és belépett a boltba az édesanyja. Könnyes szemmel mondta, szia apa! Paksi Zoltán, Szabó Gitta, a kívánság. Tél van, fehér hó borítja a tájat, a léteg alatt ropog a puha hó. A lélegzet is fehér páraként illan el a levegőben. A kéményekből fehér füst száll az ég felé. A házakon hósapkő csörög, és a gyenge utcai világításnál szerényen csillognak a hópelyhek. Az utcára nyíló házak szorosan egymáshoz simulnak, úgy, mint amelyik a hideg téli estén összebújtak, hogy melegítsék egymást. Az egyik ház aljában egy aprócska kis üzlet bújt meg szerényen. Ajtaja felett egyetlen zúp is lákolt, de az is csak annyira, hogy aki az üzletbe belép, vagy éppen kifelé megy, arra ne bukjék a küszöbben. Az aprócska kis üzletecskének igen gyönyörű kirakata volt. Már készülődtek a karácsonyra, mert bizony telve volt minden földi jóval. Volt ott gyümölcs, játék, ruhanemű, élelmiszer, itóka, édesség. Egy szóval minden volt benne, mi szemszájnak ingere. A kirakat előtt egy kisgyermek áldogált. Egy amolyan 4-5 éves forma lehetett. Szemei csillogtak az örömtől, mikor a portékát nézegette. A hidegtől kipirsodott nóziát a kirakat üvegnek nyomta, és a két kesztyűbe bújtatott kezével az üvegnek támaszkodott, és hol édesapjára, hol pedig az árukra nézett. Egyszer csak megszólalt. Apa, én kérek szépen egy csokit,
És még azt a kocsit is szeretném. Jó, apu, ezt is szeretném. Az az óriási macit is kérem. Mutatott ugrándozva egyik kincsről a másikig, majd megállt a gyümölcsök előtt. A kirakatban egy gyönyörűséges kókuszdió díszelgett, egy kicsink a kosárban. A gyermek néhány másodpercig csak csendben nézte, majd halkan, szinte suttogva megszólalt. Apu, én kérek szépen egy ilyet, mutatott a kókuszdióra. Nekem még sosem volt ilyenem. Ennyi, fiam, mondta az apja. Mit kezdenél te egy kókuszdióval? Inkább induljunk haza, mondta még, és megfogta a gyermek kezét. Telt múlt az idő, de a gyermek még mindig nem felejtette el azt, amit akkor a kirakatban látott. Egyre csak körülötte jártak a gondolatai. Ha játszott, ha beszélt, ha rajzolt, mindenhova beleszőtte az áhított gyümölcsöt. Édesanyja meg is dicsérte, mert bizony, amiben csak tudott, segített ő neki, mert kitalált mindenféle csalafintaságot, hogy vegye rá szüleit, vegyék meg neki azt a gyümölcsöt. Poharakat rakott a tálcára, szalvétát az asztalra, még a cipőjét is igyekezett betenni a cipőszekrénybe. Lassan elérkezett karácsony napja. A gyermek még mindig nem felejtette el azt, amit akkor a kirakatban látott, és ezért a karácsony díszítésében is segített szüleinek. De közben csak beszélt. Folyt a szó belőle, csacsogott állandóan. Be nem állt a szája egy pillanatra sem. Apa, tudod, ha én lennék a Jézuska, én biztosan hoznék ide egy kókuszgyót. Mert tudod, én nagyon szeretném, és jó is vagyok, ugye? Az apja nézte, és bólintott. Igen, fiacskám, tényleg jó vagy. Mire készültek a fa díszítésével, és édesanyja is elkészült a konyhában, a finom vacsorával, addigra kint az est fekete lepellel borította be az égboltot. Végre a nagyszülők is megérkeztek. A nagypapa, a nagymama, apu, anya és a kisfiú halkan suttogva beszélgettek a konyhában. A gyermek már nem bírta tovább visszafogni az izgatottságát. Éppen, hogy szólás nyitott a száját, mikor a csengettyű szólalt meg. A gyermek gyorsan apja háta mögé szaladt, és mondta, apu, én félek, súgta neki. A család minden tagja felállt. Ugvatosan fordultak a szoba ajtó felé, ahonnan a karácsonyfa barátságos fénye szűrődött ki. A fa alatt színes csomagok várták, hogy valaki kibontsa őket. A gyermek izgatottan szaladgált a színes csomagok között, még meg nem állt egy hatalmas szaloncukor előtt, melyre az ő óvodai jele volt rajzolva. Hátra néz a szüleire. Apu, anyu, ezt ti is látjátok? Ez az enyém, rajta van a jelem. A szülők oda mentek, és legugoltak mellé. Na hát, örvendeztek, ez valóban a tied. Bontsak ki hamar, mondták, szinte egyszerre. A gyermek magához ölelte a hatalmas szaloncukrot, mely a szoba egyik csendes sarkába vonult. Ott kezdte bontogatni kincsét. A kisfiú, mikor meglátta, hogy mi lapult a szaloncukorban, örömében felkiáltott. Apu, anyu, egy kókuszdió volt benne! De jó, hogy jó voltam, mondta megkönnyebbülve. A gyermek a kókuszdióval odabaktat a szüleihez. Büszkén húzta ki magát. Tudjátok, kezdte mondókáját, a Jézuska szerintem egy kisgyerek. Miből gondolod? Kérdezte az anyukája. Hát abból, mert megkaptam azt, amit szerettem volna. Már gyermeknek kell lenni az, hogy tudja, milyen az, hogy nagyon szeretne valamit. Meg hát, biztosan hallgatóznia is kellett ahhoz, hogy tudja, ki mi szeretne.
Másképp honnan tudná? A szülők elmosolyodtak a gyermek logikáján. Édesapa megsimogatta a gyermeke buksiját. Igazad lehet, mondta megnyugtatásképpen. Béradó Lili, a három fenyőfa. Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony. Bárcsak olyan nagy és erős lennék, mint a legnagyobb fenyő, sóhajtott ez a kicsike fa. Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben. A földet belepte a hó. Karácsony közeledett. Bárcsak eljönne értem télapó és elvinne karácsonyfának, sóhajtotta a legnagyobb fenyő. Bárcsak engem vinne, mondta a kisebbik fenyő. Bárcsak engem választana, kívánta a harmadik fácska. Egy napon fázós kismadár jött szögdécselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni. Kérlek, legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid közt, kérdezte. Nem lehet, felelte a legnagyobb fenyő. Nem hordhatok madarakat az ágaim között, mert éppen karácsonyfának készülök. Pedig úgy felzúm, panaszolta a kismadár, de a legnagyobb fenyő nem is válaszolt. Így hát a törött szárnyú kismadár tovább ugrált a harmadik fácskához. Tovább ugrált a kisebbik fenyőhöz. Kedves kisebbik fenyő, megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? Kérdezte. Nem, felelte a kisebbik fenyő. Nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hát, ha éppen most vinne el valaki karácsonyfának. Így hát szegény didergő kismadár tovább ugrált a harmadik fácskához. Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? Kérdezte. Hogy ne maradhatnál itt, kismadár? Felelte a legkisebb fenyő. Bújj csak egészen hozzám, majd megmelegítelek, amennyire csak tőlem telik. Azzal a kismadár felugrott a harmadik fácska ágai közé, és ott nyomban elaludt. Hosszú idő múlva a harmadik fácska édes, halk, csengettyű szót hallott. A hangok egyre közeledtek. Már egészen ott haladtottak a dombon. Elhagyták a legnagyobb fenyőt, elhaladtak a kisebbik fenyő előtt is, de amikor a harmadik fenyő elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az apró csengettyűket. Egy rénszarvas húzta szánon csüngtek, amelyből éppen most szállott ki az utasa. Télapó vagyok, mondta. Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára. Vigyél engem, kiáltotta a legnagyobb fenyő. Engem vigy, ágaskodott a kisebbik fenyő. A harmadik fenyő azonban meg sem szólalt. Te nem szeretnél eljönni? Kérdezte télapó. Dehogy nem. Nagyon szeretnék, felelte a legkisebb fenyő, de hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadára. Éppen elaludt. Kicsi kefa, mondta télapó, te vagy a legszebb fácska a világon, téged viszlek magammal. Azzal kiemelte őt gyöngéden a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Azután beállította a szánkójába a csöpp fenyőt,
És a kismadárka ott volt, és maga is beült megéjük. Azzal a kicsi szángó ezüstös csengettyű szóval tuvasuhant velük a karácsonyi havon. Sarkadi Dóra Jászmin, Miklós Márlinka, az én titkos naplom. Gergő és Idácska szemben laktak egymással. A karácsony előtti napok egyikén a fiú szülei elmentek otthonról. Titokzatosan mosolyogva csak ennyit mondtak. Van egy kis dolgunk a városban, de sietünk haza. Átmentek Idácskához? Menj csak. Bólintottak nagy egyetértésben, majd elindultak. Bár odakint sütött a nap, a hideg piros színűre csípte Gergő orrát, amíg átért a szomszédba. Idácska nyitott ajtót. Gyere gyorsan, nézd, mit találtam! Mondta köszönés helyett, és már mászott is a székre, onnan az asztalra, ahonnan éppen elérte azt a bőröndöt, amiből előhúzott egy ócska kopott füzetet. A borítóján is látni lehetett, hogy mennyire régi darab. Átnyújtotta Gergőnek. Az én titkos naplom, az van ráírva. Kié lehet? Suttogta, és körbenézett, hát ha itt figyel valahol a gazdája. Talán egy hercegnői. Nem tudom pontosan. Nézd, ott egy fénykép az elején. Gergő óvatosan kinyitotta a füzetet, és egy idácska forma kislány nézett vissza rá a megsárgult fényképről. Egy tarka kis cicát tartott a kezében, alatt a gyöngybetűkkel a felirat. Csodácska. Csodácska? Az meg ki lehet? Talán a hercegnő? Találgatta Gergő. Nem, dehogy! Laposz tovább! Idácska lemászott az asztalról, Gergő pedig leült a kályha mellé a karosszékbe, és hangosan olvasni kezdett. December 21. hétfő. Ma, amikor felkeltem, és kinéztem az ablakon, gyönyörű pelyhekben hullott a hó. Felöltöztem, és kimentem az udvarra hóembert építeni. Répát nem találtam, ezért egy jó, hosszú jégcsapból készítettem el az orrát. Most Pinokióra hasonlít, de nekem így is tetszik. Ha kisüt a nap, és olvadni kezd, olyan lesz, mintha náthás lenne. A gyerekek felnevettek. Náthás hóember! Ezek szerint a hóember napsütésben lesz náthás. Na jó, várj, folytatom. December 22. Kedd. Kedves naplom, ma nagyon elszomorodtam. Ugye te is tudod, hogy néhány nap múlva itt a karácsony. Ez nem baj, de anya azt mondta, hogy az őszi árvíz akkora nagy pusztítást végzett a faluban, hogy a Jézuskának éppen elég lesz ezt helyrehoznia. Meglepetésekre nem biztos, hogy maradja. Na én ezt nem hiszem! Továbbra is minden nap elmondom, hogy mennyire várom, és megpróbálok rendesen viselkedni. Persze ez nem olyan könnyű. Ma például véletlenül megsóztam Lenkeninikén kakaóját. Nem direkt, véletlenül, de ezt csak a Jézuska hiszi el nekem. Fúj! Sós ízű kakaó! Szegény hercegnő, mit kaphatott ezért? Kacagtak fel a gyerekek. Ráadásul Gergő fintorogva utánozni kezdte az elképzelt nénikét, Idácska pedig a napló hercegnőjét bocsánatát kérve. Amikor belefáradtak a színészkedésbe, elcsendesedtek és tovább olvasták a történetet. December 23. szerda. Ma átjött Jancsi bácsi a szomszédból, mintha nem is az ünnep közeledne. Végig gerendákról, tönkrement fészerről, elázott falakról beszéltek. Anya aggódva tördelte a kezét, apa pedig egy kockás papírra számokat írt egymás alá. Aztán kezdték előről. Én nem tudom, mekkora volt ez a fránya árvíz, mert át kellett mennem a keresztanyukámékhoz, de azt tudom, hogy már vége van. Na jó, írok egy újabb levelet a Jézuskának. Nem baj, ha nem hoz varrógépet, de a karórát igazán megérdemlem. Drága naplom, ugye te is így gondolod? Gergő lélegzett visszafolytva ránézett Idácskára, lapozott egyet, és tovább folytatta. December 24. csütörtök. Kedves naplom, először is boldog karácsonyt. Ma este minden kiderül.
Holnap majd mesélek. A nyúlfartnyi bejegyzést egy pompásan megrajzolt karácsonyi csillag díszítette. Mellette báli ruhába öltöztetett angyalok sorakoztak. December 25. péntek. Ma elmesélem mindazt, ami tegnap történt, azaz karácsony este. Szokásunkhoz híven, amikor apa csengetett, összegyűltünk a karácsonyfa körül, mintha az idén kisebb fát hozott volna a Jézuska. De ez érthető, hiszen minden nálam idősebb ember gerendát kért tőle. Kíváncsian körbejártam, és kerestem az ajándékomat. Néhány apró csomag sorakozott a feldíszített ágak alatt. Bár nagyon csalódott voltam, de nem akartam, hogy észrevegye ezt a Jézuska. Kicsomagoltam az egyik dobozt, és könnyeimmel küszködve kivettem belőle a meglepetésemet. Egy csipkés szélű, hímzett zsebkendő. Mit a gadás? Nagyon szép volt. De hol a varrógép? Vagy a karóra? Úgy éreztem, friss levegőre volt szükségem. Odafutottam az ajtóhoz, és kinyitottam. Igen! Tudtam! Kiáltottam fel ekkor boldogan. Bár nem kértem kis cicát karácsonyra, de most ott anyázott egy a küszöbön. Rám nézett, és azt mondta. Nyáu, nyáu! Senki nem tudta, hogy kié, és hogyan került oda. Csak én. Anya és apa mellé guggoltak. Köszönjük, suttogták. A gyerekek tovább olvasták a történetet, de ekkor nyílt a szobajtó. Idácska édesanyja jött be hozzájuk. Hát ti... Olyan csendben vagytok, hogy már azt hittem, hogy elaludtatok. Mit találtatok? Hadd nézzem. Gergő összecsukta a füzetet, és átnyújtotta. Az én titkos naplom, hiszen ez a déd nagymamámé volt. Én is sokat olvasgattam, amikor kislány voltam. Gyönyörű történetek vannak benne, ugye? Ez az én déd nagymamám naplója. Azt hittem, hogy már egy igazi hercegnőjé, szontyolodott Elidácska. De azért így is tetszik. Másnap Idáska keresett egy üres füzetet, elővette a színes ceruzáit, és munkához látott. Először is ráírta a fedelére Idáska naplója. A folytatást pedig éppen talán most olvassa valaki. Séti Marca, segítség, ellopták a hóemberünk. A reggel dupla adag kakaóval indult, a gyerekek az ablak előtt áldogáltak, melyen ugyan nem lehetett kilátni, de a reggeli napsugarak szépen megvilágították a jégből formált mintákat. De gyönyörű, anya, nézd, mi ez? Kérdezte Lili. Jégvirágnak hívják, mondta mosolyogva anya. És miből van? Kérdezte Lala, mire Lili játékosan megpöccintette testvére orrát. Ugyan miből lenne? Jégből. Ugye, anya? Anya bólintott. Mert a hóvilág sem hó van okos tojás. Méltatlankodott Lala. Na de hogy kell az ablakra? Tudjátok, gyerekek, a jégvirág akkor alakul ki, amikor odakint nagyon hideg van, ide bent pedig meleg. Kezdett bele anya a magyarázatba, de Lili közbevágott. Ki alakul? Hát nem Fagyancsi rajzolja őket az ablakokra? Anya egy pillanatra elgondolkozott, majd ismét elmosolyodott. De igen, Fagyancsi festi a jégvirágot az ablakokra. A gyerekek egymásra néztek, és nagyon büszkék voltak rá, hogy Fagyancsi az ő kertükben járt. Anya kivitte az üres csészéket a konyhába, közben a fejét csóválta. Sajnos ő már nem hitt a mesékben, így Fagyancsi létezésében sem. De azt mondta, amit a gyerekek hallani szerettek volna. A felnőttek már csak ilyenek. Lala felhúzta a csizmáját, magára kapta sapkáját, és kirohant az udvarra, hogy elsőként csodálhassa meg a hóembert, amit tegnap fáradtságos munkával építettek. Annyira sietett, hogy sikerült maga mögött jól bevágni az ajtót. Előbb egy hangos puffanás, majd kisvártatva Lala kétségbe esett kiáltása. Apa! A
apa! Az egész család egyszer rohant ki a hidegbe, mert megijedtek, hogy Lalával valami baleset történt. A kisfiúnak szerencsére semmi baja nem volt. A hóembernek annál inkább. Lala szomorúan mutatott a hóember hűlt helyére. Ellopták Totót. Totó a hóember nyomtalanul eltűnt. Azaz nem is annyira nyomtalanul, mert a havat széles sávban letaposta valaki. Egészen olyan volt, mintha maga a hóember csúszott volna el a kerítésig, annan meg ki tudja merre. Valaki ellopta Totót, ismételte magát Lala. Anya és apa el sem tudták képzelni, ki lehet az az elvetemült gazember, aki képes betörni más kertjébe, hogy ellopjon egy hóembert. Vennünk kell egy biztonsági kamerát. Sóhajtott gonterhelten anya. Nem, csóválta a fejét apa. Inkább egy hatalmas kutyát, akkora fogakkal, mint Lala. De hát nem is rabolták el, mondta vidáman Lili. Totó egyszerűen elment. Elment? Kérdezték a többiek egyszerre. Nem lehet megmondani, ki volt jobban megdöbbenve, Lala vagy a szülei. Hát persze, kuncogott Lili. Miért? Kinek kéne egy hóember? Bolzsár Bence. Fekete István, Betlehem. A konyhában ültünk a földön, és a tűzhely meleg fénye kiugrott, néha megsimogatva az arcunkat. Hallgattunk, de magunkba megvallottuk, hogy a mű tökéletes, és nem is vettük le róla szemünket. Tornya volt, ajtaja volt, ablakai voltak, ahol be lehetett tekinteni. És ha bent meggyújtottuk a kis gyertyát, kivilágosodott az egész épület. Egy szóval, Betlehem volt. A szent család kicsit oldalt állt, előtérben a jászollal, s a jászolban Jézuskával, aki mosolygott és kövér kis kezét ökölbe szorította. Ám bármi akkor még nem gondoltunk arra, hogyha ez a kéz egyszer kinyílik, mekkora ragyogás árad belőle a világra. Ennél sokkal nagyobb gondjaink voltak, elsősorban az, hogy Jézuska mezítelen maradjon-e, vagy takarjuk be. Megfázik, mondta Bence Gábris, aki érzékeny lelkű fiú volt. Buta vagy, szólt Andokba Pista. Aki Isten, az nem fázik. A Biblia azt mondja, szólalt meg végül Peszelka Péter, aki papnak készült. Hogy édesanyja pólyába takarta és jászolba fektette. Ez döntött. A pólya természetesen nem lehetett akármilyen anyagból, ezért sejemből lett. Subák, láncos botok, kucsmák már készen is voltak. Így semmi akadálya nem volt annak a lelkes izgalomnak, ami másnap abban a felkiáltásban érte el tetőfokát, hogy szabad-e Betlehemet köszönteni? És hulltak a krajcárok Péter perseibe, ami mind súlyosabban zörgött. Péter toltuk előre zörgő perseivel, figyelmeztetve a háziakat, hogy készpénz adományra rendezkedtünk be. Na hát a büntetés sem maradhatott el. A betlehemi csillag ragyogása mellett elindultunk a szomszéd faluba. Azzal a céllal, hogy a persely tartalmát a végsőkig fokozzuk. Csendes, borús, mégis kemény alkonyat volt. Azután királybácsival találkoztunk, a kanásszámadóval. Hová mentek gyerekek? Csak ide a szomszédba? Az öreg felnézett az égre. Hát én nem mondok semmit, de épp alkodjatok, mert olyan időgyűn, hogy megemlegetitek. Sietünk, Károly bácsi!
Igazán siettünk volna, de úgy megvámolták takaros betlámünket, és főleg úgy tömték a perset, hogy se láttunk, se hallottunk. Pedig közben feltámadt a szél, lenyomta a felhőket, és szitálni kezdte a havat a fekete éjszakában. Egyenest! Vezényelt Jancsi. Ha a nyárfás utat elértük, nincs semmi baj! Nem kellene visszafordulni? Nem! Üvöltötte Jancsi. Az idő és a tér elveszett. Nagy subákat majd földre nyomta a szél. A hó vágott, mint a jeges vesző. És reszketve izzadtunk, ilyet kis erőnk utolsó megfeszítésével. Vánszorogtunk. A kis Betlehem oldalát már feltépte a szél, miközben a toronyban a kis bárdok csengő megkondult, mint a lélekharang. Nem tudtuk, hogy hol vagyunk, és szívünk körül bujkált a félelem. Megfagyunk, mondta ekkor valaki, és csak álltunk összebújva a gáblis körül, és már nem ittünk semmiben, csak az elmúlás borzalmában, és már nem is voltunk. Imádkozzunk, mondta ekkor Péter, és ennek a szónak a mélységében végtelen csend lett, és ebben a csendben alig hallhatóan, mégis virágosan megérintett bennünket meleg szárnyával a távoli harangszó. Harangoznak, ordította Jancsi, most már tudom az utat. Imádkozzunk, mondta ekkor Péter, és imádkoztunk. Az Isten tiszteletre otthon is voltunk. És azóta is, ha nagy baj van, és kiesik kezemből a Betlehem, azt az imát mondom, és azt a harangszót hallom, még ma is. Móra Ferenc, Szép karácsony, szép zöld fája, részlet. 8 éves voltam, a 3. elemibe jártam, és először léptem a közszereplés terére. A közszereplés tere az öreg templomunk volt. Úri divatot kezdtek a városunkban, karácsonyfát állítottak föl a szentélyben az oltár mellett, és kerestek valami alkalmi kis rongyost, aki a mennyei fenyőt felköszöntse. No, szegény gyereket akkor se kellett félegyházának Szegedtől kölcsön kérniük, futotta a kiskunoknak a maguk emberségéből is. De a bibliai példázat szerint sokan voltak a hivatalosak, kevesen a kiválaszthatók. Az egyik sejpített, a másikat nagyon kamaszolták, de a legtöbbnél pedig az volt a baj, hogy az ijegységtől elállt a szavuk. Ami ugyan bajuszosabb ünnepi szónokokkal is megesik, de azok nem fakadnak sírva, hanem köhögéssel segítenek magukon. Utoljára bennem központosult a bizalom, sápadt kis arcom volt, fésült nem álló vad fekete hajam, és csengett a hangom, mint valami úri kisasszonyé. Aztán nem félsz majd, kisfiú? Emelte föl az állam valamelyik tanító úr. Nem félek én csak a kutyáktól, mondtam önérzetesen, és egy kicsit halkabbra vettem a szót. No meg a bakteroktól. Megnyugtattak, hogy ezeket nem eresztik a templomba, s a kezembe adták a köszöntő verset. Sok ilyen furcsa szó volt benne, mint a monca meg a jövel, és ezekkel ríkattam meg a darúcai nemzetet a próbaszavalásokon. Akkor tapasztaltam meg, hogy a szónok akkor érje el a legnagyobb hatást, ha olyat mond, amit még maga sem ért. Karácsonyböltje reggelén minden a program szerint haladt, még az időjárás is előírásosan viselte magát. Akkora jégcsapok lógtak le a házak tetejéről, hogy a feldobott sapkámmal le tudtam törni a hegyüket. Azóta sem szopogattam jégcsapban olyan jó ízűt, olyan rohadt zsindelyzamatú volt, amilyet semmiféle cukrász nem tud produkálni.
amellett a torkot is edzette, és nagy önbizalmat csepegtetett belém. Kezdőszónokoknak nagyon ajánlhatom, a jégcsapszabogatástól elmúlik a lámpalázuk. A templomba vezető úton nem vettem észre, hogy fáznék, mert édesanyám rámadta a nagy kendőjét. Attól félek, hogy ez a kisgyermek egy kicsit túlozza a rongyosságot, mégiscsak kellene rá valami kabátot adni, mosolyodott el Horthy Bert a kisasszony, amikor meglátott. Mindenki igazat adott neki, de hát hol vegyenek most egy gazdátlan kabátot? Én odaadnám a gyerkőcnek a bekecsemet, mondta egy kicsit vontatva az iskolaszolga, mintha csodálná önmagát. Hozta is azt, amiben söpreni fűteli lámpát pucolni szokott? Rám is adták, és bizonyosan nagyon jól állhatott, mert mindenki mosolygott, aki meglátott benne. Csak ugyan egészen eltakarta a rongyosságomat. Arra is emlékszem, hogy nagyon finom petróleum szaga volt az első újrikabátnak, amit viseltem. Egészen más, mint az otthoni petróleumé. Még ma is érzem azt a finom szagot. Valahányszor díszmagyart látok. A nevem Birinyi Boglárka, Miklós Malvina, a Mikulás kabátgombja. A Mikulás egész évben rengeteget tett vett, hogy időben elkészüljön a gyerekek ajándékaival. Lótot futott, beszerzett és csomagolt, miközben naponta elolvasta a neki küldött üzeneteket. Hím taló, sima ügy, nyugodott meg, ha ilyet olvasott a kívánságok között. Lila plüss egér, meg lesz, tette le a következő borítékot. Távirányítós fogkrémkupak, olvasta a másik levélben, és már kezdte is a kócolni a szakállát, mint mindig, amikor felbosszantották. Hát mi vagyok én? Tán a találmányi hivatal. De igaziból nem is haragudott. Mi lesz, ha nem készülök el? Mi lesz, ha nem érek oda időben? Járt ez esze ide-oda minden télen. Ahogy így aggodalmaskodott, észre sem vette, hogy egy ezüst gomb lepattant a prímes kabátja közepéről. A gomb nagyot koppant a földön, és elkezdett gurulni. Gurult, gurult, míg be nem esett egy közeli repedésbe. Éppen oda, ahol a kacatmanók éltek, akik arról voltak híresek, hogy mindent összegyűjtöttek, amiről mások már úgy gondolták, haszontalan semmiség. Raktáraikban elhasznált cipők, öreg vekkerek, és ki tudja még mi mindenfélék sorakoztak katonás rendben. Amikor a Mikulás gombja megérkezett kacatföldre, a manók azt se tudták, hova legyenek a boldogságtól. Ide nézzetek, a Mikulás kabát gombja, ez aztán a nagy fogás, és alig várták, hogy megérinthessék. Persze este volt is szivakodás, hogy kialudjon ezzel a ritka kacattal. Aztán ki más. A legkisebbik kacat kapta meg a kincset. Vigyázz rá, éjszaka biztos szép álmokat hoz majd neked, takargatta be az anyukája lefekvéskor a kis kacatot, aki izgatottan szorította kezébe a mesés kincset. Aztán elaludt. Már egészen késő éjjel lehetett, amikor arra ébredt, hogy valami bizseréli a tenyerét. Álmosan pislogott, de így is hallotta, ahogy a Mikulás gombja szólongatja. Kacat, kacat, engedj már el, úgy szorítasz, majdnem megfulladok. A kis kacat szétnyitotta az ujjait. Na, idesüss! Nem akarok a kacatmanók raktáraikban porosodni egész életemben.
Ás el gyorsan, ígérem meghálálom. Azzal sietve legurult ki a résig, ahol tegnap lepottyant, és ott várta, hogy a legkisebbik kacat utolérje. A kis Manó, mint az árnyékosont utána, és kicsi lapátjával ásott egy apró gödröt, majd a Mikulás gombját belerejtette. Reggel azt mondom a többieknek, hogy a föld nyelt el, búcsúzott gyorsan, és sietve visszabújt a takarója alá. Másnap reggel aztán nem hitt a szemének. Senki meg sem kérdezte tőle, hogy hol a Mikulás gombja, hiszen a kacat földbejáratánál egy hatalmas fa áldogált, tele szebbnél szebb ajándékokkal. Ide nézzetek, oda nézzetek! Ámélkodtak a kismanók a meglepetés fa tövénél. Ekkora kacatot még sohasem láttunk, mondták a legöregebb manók. Hogy kerülhetett ide? A Mikulás gombjából nőtt ki, vallotta be az igazat, a legkisebbik kacat, és töviről hegyire elmesélte éjszakai kalandjukat. Ha abból nőtt, akkor szólni kell neki is. Ne keresse, megvan a gombja, és hozzá még egy kis meglepetés, döntötték el a kacatok. A Mikulás mindig örömmel kereste fel kacat földet, és most is hamar odaért. A zsákját megszedte szemnél szebb ajándékokkal, és azóta már sosem izgul, elkészül-e időben a meglepetésekkel. És ha majd egyszer ti is találtok egy elgurult gombot valahol, jól nézzétek meg, hát ha a Mikulás hagyta el. Bárta Petra, a Bíradó Lili és a három fenyőfa. Három fenyőfa állt egy dombtetőn. A legnagyobb fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fácska azonban igazán nagyon kicsi volt. Vékony törzsű, egészen alacsony. Bár csak olyan nagy és erős lennék, mint a legnagyobb fenyő, sóhajtotta ez a kicsike fa. Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben, földet belepte a hó, karácsony közeledett. Bár csak eljönne értem a télapó, és elvinne karácsonyfának, sóhajtotta a legnagyobb fenyő. Bár csak engem vinne, mondta a kisebbik fenyő. Bár csak engem választana, kívánta a harmadik fácska. Egy napon fázós kismadár jött szögdítselve feléjük. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni. Kérlek, legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? Szólította meg félénken a kismadár a fát. Nem lehet, mondta a legnagyobb fenyő, nem tartatok madarat az ágaim között, mert hát, ha éppen most minne valaki karácsonyfának. Pedig úgy fázom, panaszolta a kismadár, a legnagyobb fenyő azonban nem is válaszol. Így hát a törös szárnyú kismadár továbbugrált a kisebbik fenyőhöz. Kedves kisebbik fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? Kérdezte. Nem, felelte a kisebbik fenyő, nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert éppen karácsonyfának készülök. Ekkor szegény didergő kismadár továbbugrált a kisebbik fenyőhöz. Kedve, drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között?
kérdezte. Hogy ne maradhatnál itt, kismadár? Felelte a harmadik fácska. Búj csak egészen hozzám, majd megmelegítelek, ahogy csak tőlem telik. A kismadár felugrott a harmadik fácska ágai közé. Ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a harmadik fácska édes hal csengettyű szót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszódtak a dombon. Elhagyták a legnagyobb fenyőt, elhaladtak a kisebbik fenyő előtt is, de amikor a harmadik fácska elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az apró kicsi csengettyűket. Egy rénszarvas húzta, szép kicsi szánkon csüngtek, amelyből most kiszállott az utasa. Télapú vagyok, mondta. Karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyermek számára. Vigyél engem, kiabált a legnagyobb fenyő. Engem vigyél, ágaskodott a kisebbik fenyő, de a harmadik fácska azonban meg sem szólalt. Te nem szeretnél eljönni? Kérdezte tőle a télapú. Dehogy nem, nagyon szeretnék, felelte a harmadik fácska, de hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadára. Éppen elaludt. Kicsike fa, mondta a télapú. Te vagy a legszebb fácska a világon, téged viszlek magammal. Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai között megbújó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöpp fenyőt, a madárkával együtt, majd maga is mögéjük ült. És a kicsi szánkó ezüstös csengettyű szóval tovasuhant velük a karácsonyi havon. Ökrös Patrícia, Devecseri László, Cinege Karácsony. A kis Cinege szomorúan sírdogált az ágon. Oda röppent hozzá a mamája. Miért sírsz, kis Cinege lányom? Hogy ne sírnék, hogy ne nénnék? Nekünk madaraknak olyan rossz. Bezzeg jó az embereknek, készülnek a karácsonyra, s lesz nekik csodálatos karácsonyfájuk. Majd oda repülünk az ablakokhoz, és megcsodáljuk. S nézd, itt az erdő szélén mennyi karácsonyfa áldogál. Ez mind a miénk, az állatoké. A szép fehér hó fel is díszíti nekünk. Én mégis igazit szeretnék. Eljutott a híre a cinegelánka szomorúságának, a többi madárhoz is megsajnálták. Összedugták a fejüket. A hangos csellegésre és csörögésre felébredtek a szundikáló mókusok is. Nagy mérgesen néztek ki az ódúból, ám amikor a madarak nekik is elmondták, hogy miről is beszélgetnek, mindjárt megbékéltek, sőt, mi is segítünk, s megkezdődött a nagy, titokzatos, a legtitkosabb erdei készülődés. Cinege papa a faluba repült szomorú lánykájával. Ott figyelték, hogyan készülődnek az emberek az ünnepre. A mókusok szalagot kötöttek minden magyaróra és dióra. A verebek apró almácskákat hoztak. A búbos pacsirta aranyszínűre festett mággubokkal érkezett. Cinege mama szalmavirágot szerzett a piacon. Gyönyörű füzért készített belőle. Bagolyapó világító festékkel kente be a fenyőtobozokat. Azok helyettesítik majd a gyertyákat. A madarak és a mókusok a cinegetanya mellett a legszebb fenyőfát díszítették fel. Lett is öröm, mikor a cinegelányka visszatért a csodálkozástól,
szólni is alig tudott. Ez az enyém, az én igazi karácsonyfám. Köszönöm. Boldog karácsonyt, felelték a madarak és a mókusok. Szabó Dóra, Flóra néni karácsonya. Egyik délután anya és Hella tömött bevásárló kosarakkal jött hazafelé. A szomszédnéni éppen az ajtó előtt részmosta fel, amikor odaértek. Hangosan köszöntek neki, majd lerakták csomagokat egy kicsit. Hűha, jó bevásároltatok! Mondta mosolyogva Flóra néni. Tetszik tudni, mindjárt itt a karácsony, és a család minden évben együtt ünnepel nálunk, válaszolta anya. Az az igazi karácsony, bólogatott Flóra néni. Mi tagadás, nem jó dolog szentestén egyedül ülni a fa előtt. Még szerencse, hogy itt vannak nekem az én cicusaim. Flóra néni miért van egyedül karácsonykor? Anya megállt, és szomorúan mondta, nincs senkije. Hallgatott egy darabig, majd felcsillanó szemmel mondta, az idén meglepjük valamivel, jó? Mire gondolsz? Készíts neki valami szép rajzot, vagy hajtogass neki egy díszdobozkát, amit megtöltünk sütivel, és karácsony délután átvisszük Flóra nénihez. Nagyon jó! Szerinted örülni fog egy sütis díszdoboznak? Ó, biztosan! De még inkább annak, hogy meglátogatjuk karácsonykor, és nem lesz egyedül. Mikor apa hazaért, nagy munkába találta a lányokat. Hella szélsebesen elújságolta, mit talált ki anya. Apa mosolyogva ölelte át mindkettőjüket, és azt mondta. Nagyon szép tőletek, igazán büszke vagyok rátok. A napok gyorsan teltek, kisültek a sütemények, folyamatosan előkészítettek mindent. Hella egy igazán szép dobozt készített. Megtöltötte mézessel, és karácsony délután már minden készen állt. Anya beszólt a szobába. Hella, gyere, menjünk át Flóra nénihez! Mosolyogva csengettek. Flóra néni kikukucskált a résnyire nyitott ajtón. Boldog karácsonyt! Megérkezett az angyalka! Flóra néni kicsit meglepődött, de boldogan mosolyogva hívta be kedves vendégeit. Boldogan nézegette a dobozkát, és nem győzte dicsérni Hella ügyes kis kezecskéit. Anya és Hella megkóstolták Flóra néni karácsonyi sütijét. Beszélgettek egy ideig, majd Flóra néni kikísérte vendégeit, és az ajtóban kipirult boldog arccal mondta. Igazán szép karácsony szereztetek nekem. Nagyon köszönöm. Gyertek máskor is, amikor ráértek. Milyen boldog volt Flóra néni. Máskor is meg kell látogatnunk, hiszen olyan kedves néni. Ne legyen magányos. Flóra néninek nagyon szép karácsonya volt, nekünk pedig egy nagyon-nagyon szép délutánunk volt. Másfél óráig sikerült lekötni és elvarázsolni a közönséget nektek, úgyhogy szerintem, ha lenne még légy, de már most reméljük,
alszik, aztnak az ümmögését is lehetett volna hallani. Úgy éreztem magam, mintha egy tehetségkutató döntőjén lennék. Mert örülök, hogy nem vagyok zsűri, és évek óta rendezem ezt a versenyt. Valóban úgy kezdtem, mint szülő, aztán folytattam, mint felkészítő pedagógus, és hát, mint szervező és könyvtáros pedig évek óta rendezem, és mindig nagyon-nagyon várom a nagyokat. Mert vannak olyanok, akiket óvodáskoruk óta van szerencsém zsűrizni és hallgatni, és nagyon büszkék lehettek magatokra, mert hát igazi profizmussal álltatok ki, hogy idézzek itt is az egyik történetből, nem először léptetek a közszereplés terére, és ijedtségtől nem állt el senkinek a szava. Szerintem egy nagyon-nagyon alapos felkészültséggel álltatok ide, és nagyon-nagyon remeg a hangom, az a 10/4-es, akitől el kell, hogy búcsúzzak ezután a verseny után, hiszen nekik a mesemondó verseny majd itt a mai napon véget ér, de addig is hát én elküldöm a zsűrit, hogy döntsön igazságosan, és hát engedjetek le, mert jó munka volt, férfi munka volt, illetve kemény lány munka volt. Kedves versenyzők, kedves felkészítő tanítóninik, és kedves szülők, és mindazok, akik elkísérték a gyerekeket, és gondolom, hogy nagyon izgatottan hallgatták végig ezt a sok-sok szép mesét, amit ma délután hallhattunk. Az adventi időszakba léptünk, ahol azt hiszem a mai délután is elősegítette, hogy lélekben készülődhessünk a karácsonyra, a szeretet, a család került előtérben ismét. 17 mesét hallottunk ma délután, 17 nagyon kedves, aranyos, felkészült csemetét. Igen, ők a nagyok már, ahogy Kati néni is mondta, hiszen ők már biztos, hogy nagy gyakorlattal, több év tapasztalatával kerültek ide, és ma igazán megkoronázta az előadásukat az, hogy igazi színpadon léphettek föl. Nekünk, vagy nekem legalábbis egy kicsit furcsa volt, hogy messzebbről kellett őket nézni, de hát én is éreztem, hogy ez ma egy különleges alkalom. Akik már voltak mesemondó versenyen, és azt hiszem, hogy mindannyian voltatok, igaz? Senkinek nem ez volt az első alkalom, már profikkal állunk szembe. Nagyon jól tudják, ő első volt? Nagyon jól tudják, hogy hát a kiírásban komoly szabályok határozzák meg, hogy miről szóljon ez a délután. Az egyik ilyen szabály volt, ugye, hogy a karácsonyhoz, a szeretethez kapcsolódjanak ezek a előadott művek. Szerintem ennek mindenki maximálisan megfelelt. Tehát piros pont mindenkinek, aki a mesét választotta. Nem volt leírva természetesen a kiírásban, de hát azért azt tudjuk, hogy fontos, hogy a gyerek személyiségének megfelelő mesét válasszunk, hiszen ha a sajátjának érzi, akkor tudja igazán úgy előadni, hogy az mindenki számára élvezet legyen előadni is, és hallgatni is. Azt gondolom, hogy ennek is megfeleltünk a mai délutánon, hiszen többségében azt láttuk, hogy a gyerekek élvezik azt az előadást, amit itt bemutattak, hiszen a mesét olyan szinten ismerik, és annyira magukénak érzik, hogy jó volt őket hallgatni. Aztán volt még egy fontos szabály, ami már csak azért is, hogy tekintettel legyünk az előadóra, és a hallgatókra is, egy időkorlát volt, amit 5 percben határoz meg most már jó néhány éve a kiírás. Volt erre egy segítségünk, aki mérte az időt, hogy
ne legyen ilyen probléma sem. Én azt gondolom, hogy egy-egy icipici kis kilengés elfeledve mindenki tartotta ezt az időt, ahol egy pici túllépést találtunk, hát ott a szabályok értelmében egy pici pontlevonással kellett ezt jeleznünk a értékelés folyamán. Nagyon szép előadásokat hallottunk. Én annyit szeretnék kérni, kedves gyerekek, tudom, hogy azért izgalommal jár kiállni emberek elé és előadni egy-egy mesét, hogy próbálj meg az izgalmat mindig kívül hagyni az ajtón, mert az az igazság, hogy mi csak egyszer halljuk ezt a mesét. Igen, voltak olyan mesék, amelyeket már jól ismertünk, hiszen sok-sok év alatt, sok-sok mesével mi is megismerkedtünk, de bizony voltak olyan mesék is, amelyeket most először hallottunk, és hogyha izgulsz, és nem figyelsz arra, hogy hogyan ejted ki a szavakat, hogyan adod elő, nagyon sietsz, akkor bizony előfordult most is, hogy egy-két szót nem jól értettünk, ami veszíthet ugye az előadás értékéből. Ilyen apróságokon múlhatott az, hogy most a következő értékelésnél és könyvjutalom átadásnál ki melyik kategóriába került. Ebben az évben is bronz, ezüst és arany minősítésben részesül minden jelenlévő, és azt higgyétek el, hogy mindig az adott pillanat dönti el, hogy éppen ki milyen minősítést kapott ma. Lehet, hogyha holnap lépnénk ide, holnap hallgatnánk meg, egészen más eredmények születnének. Én szeretnék gratulálni előre is már minden versenyzőnek. Köszönöm szépen nektek ezt a délutánt. Köszönöm a tanítónénik segítő munkáját. Gondolom ezt ti is megteszitek és megköszönitek nekik, hiszen biztos, hogy nagyon sokat segítettek nektek. És hát persze azt gondolom, hogy az anyukák is otthon teljes mellbedobással segítették a munkát. Nézzük az eredményeket. Elsőként a bronz minősítést szeretnénk átadni. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha bemondtam a nevet, gyertek föl ide a színpadra, és mondjátok el, melyik iskolából érkeztetek, és ki volt, aki segített nektek, ki volt a felkészítő tanítónénitek. Bronz minősítést kapott a mai délutánon Gál Dorina. Szent Pál Marista általános iskolából jöttem. Balogné. Batai Judit. Batai Judit. Köszönjük szépen. Kelemen Kálmán szeretném a színpadra kérni. Szent Pál Marista általános iskolából jöttem, felkészítő tanárom Kalocsai Lászlóné. Gratulálok! Következő díjazottunk Marsi Dorina. Yes.
Pál Marista általános iskolából jöttem, felkészítő tanárnőm Kalacsonyi Lászlóné. Következő bronz minősítésű Ökrös Jázmin. Kiskulcsosi általános iskolában jöttem, felkészítő tanárom, Hegedűsné Flórián Anna Mária. Még egy bronz minősítést szeretnénk átadni Ökrös Patriciának. Kiskulcsosi általános iskolából jöttem, felkészítő tanárnéni, Hegedűsné Flórián Anna Mária. Gratulálok neked! Következnek az ezüst minősítést elért gyerekek. Elsőként szólítom Buzalka Anna Csengét. Kasszagi Nagykun református általános iskola és tálemtön óvoda, felkészítő tanárom, Takásné Csikós Anikó. Most már tényleg nem kell izgulni. Tóth Viktóriát szeretném szólítani. Kiskulcsosi általános iskola, a felkészítő tanárom Csornai Nagy Erzsébet. Kótai Ketrin Nikolettát szólítom. Szent Pál Marista általános iskolába jöttem, felkészítő tanítónéném Balogné Vatai Judit. Gratulálok. Paksi Zoltán következik. István katolikus általános iskolába jöttem, felkészítő tanárnőnek a neve Pallaki Bernadetta. Gratulálok neked! Szabó Dórát szeretném szólítani. Harcegi Nagykun református általános iskola és talentum óvodából jöttem, felkészítő tanárnőm Takásné Csikós Anikó. Gratulálok! Barta Petrát szeretném szólítani. Györfi István katolikus általános iskolába jöttem, felkészítő tanító néném Tőt Judit. Birinyi Boglárkát szeretném szólítani, aranyminősítést kapott.
A Györfi István katolikus általános iskolába jöttem, felkészítő tanárnéném erősedít. Sarkadi Dóra Jászmin, kérem vegye át a arany minősítését. A Györfi István katolikus általános iskolából jöttem, felkészítő tanárom Csinátné Bakó Éva és az anyukám Mester Anikó. Így van. A következő arany minősítés átvevője Boldizsár Bence. Iskolám neve a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Tálámtom Ovoda. Felkészítő tanárom Takásné Csikós Anikó. A zsűri, amikor meghallgatta a meséket, 0-tól 10 pontig pontozhatott, különböző szempontokat figyelembe véve. 3 oklevél és 3 könyv maradt. Mondhatjuk, hogy igazi holtverseny született. A következő 3 gyermek 30 pontos, maximális pontos pontot kapott a zsűritől a mai nap folyamán. Szeretnék nekik is, mint a többieknek gratulálni. Elsőként Somogyi Olivért szólítom. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Tálentum óvodából jöttem, felkészítő tanárom Takásné Csikós Anikó. Egy hölgy következik, Kundra Anna. Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Tálentum óvodából jöttem, felkészítő tanítónéném Takásné Csikós Anikó. És nem utolsó, de utolsónak maradt Cséti Marcell. A Karcagi Nagykun Református Általános Iskolából jöttem, felkészítő tanítónéném Takásné Csikós Anikó. Kedves gyerekek, tanítónénik, anyukák és minden hozzátartozó, szeretnék még egyszer gratulálni a gyerekekhez. Igazán büszke lehet, azt hiszem, mindenki ezekre a gyerekekre, hiszen csodálatos előadásokat hallhattunk a mai délután folyamán. Véget ért a mai délutánunk. A megszokott menetrend ilyenkor a közös fotó készítése. Gyerekek, szeretnélek megkérni benneteket, hogy gyertek föl, hogy egy közös fotó készüljön rólatok, és utána, ha még nem történt meg, természetesen könyvvel, oklevéllel úgy gondoltuk, igen. Jó? Thank you.